tudatosodott sok emberben az, hogy mennyire fontosak a július 21-i parlamenti választások úgy Ukrajna jövőjét illetően, mint Kárpátalja helyzetének változásában és az itteni közösség életkörülményeinek a változásában. Ezek a változások abban bízunk, hogy a pozitív irányba, jó irányba viszik el majd a közösségeinket. Ahhoz azonban mindenképpen fontos, hogy a parlamentben majd olyan többség jöjjön létre, amelyik valóban egy demokratikus jogállamot akar építeni, ahol béke van, és ahol boldogulás van, ahol gazdasági növekedés van, és ahol a kisebbségek jogait is európai módon és a kisebbségek érdekeinek megfelelően fogják védeni és garantálni, ahhoz, hogy ott tudjunk lenni, ahol a döntéseket hozzák, ahol mi rólunk is döntenek, ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk érdekképviseletet gyakorolni, az szükséges, hogy ezen a választáson majd a kárpátai magyarság képviselői a körzetükben nyerjenek, bejussanak, és így parlamenti képviselővé váljanak, és a programjaikat, mint én is, akinek itt most prezentáltam a programomat, meg is tudjam valósítani. A kárpátaiak számára, mivel Kárpát-Ukrajna része, nagyon fontos az, hogy valóban történjen ne csak egy elnökváltás és a parlament teljes átformatálása és felújítása, hanem politikaváltás és rendszerváltás is szükséges. Nagyon fontos, hogy a kisebbségek érdekképviselete megvalósuljon számunkra, mint nemzeti kisebbség számára nagyon fontos az oktatási törvénynek a módosítása oly módon, hogy az anyanyelven való oktatás lehetőségeit, az oktatás minden szintén újra visszakapjuk, és az oktatási rendszerünket meg tudjuk őrizni. És nagyon fontos a nyelvtörvénynek oly módon történő módosítása, hogy a kisebbségi nyelvhasználat, így a magyar nyelv használata is újra biztosítva és garantálva legyen a társadalmi élet minden területén. Úgy érezzük, hogy a két új törvény elfogadásával jelentősen beszűkültek a kisebbségek jogai a nyelvhasználatra és a nyelvhasználat, az anyanyelv használatára az oktatásban. De azon kívül még rengeteg minden más is fontos, a határkérdés problémájának a megoldása, felgyorsítani és javítani a határátkelés lehetőségeit, az utakkérdés, az utak problémája, az utak minőségének javítása, a szilárd hulladékkezelésének problémája, ökológiai problémák, amelyek vannak, az erdőirtás problémája, olyan problémák, amelyek egyrészt Kárpátalja számára biztosítsák azt, hogy a turizmus fellendüljön olyan szinten, hogy az itteni lakosság abból meg tudjon élni, másrészt pedig olyan lehetőségeket teremtsen, hogy az itteni lakosság szülőföldjén meg tudjon élni, ne kell neki elvándorolni. A kis és középvállalkozók, a földműveléssel foglalkozók a munkájukból meg tudjanak élni, az állami támogatásokra is szükség van, a magyarországi támogatások mellett mindenképpen szükség, hogy olyan állami programok legyenek, amelyek biztosítsák a kis és középvállalkozók és a földművelésből élők számára a megélhetést. Ezek szintén hozzátartoznak a mi programunkhoz, a helyi programainkhoz.